az öngondoskodást segítik. 100 rászoruló család kapott vetőmagot. 21 millióból újult meg 21 fürdőszoba. Fejlesztés a Gyulai Napsugár idősek otthonában. Mobiltelefon és designer drogok. A függőségekről és megelőzésről értekeztek a szakemberek. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Vetőmagosztást szervezett a Családsegítő és a Békés Csabai Önkormányzat. 100 kiskerttel rendelkező rászoruló családot értesítettek, akik a vetőmagokból saját maguk nevelhetnek majd friss zöldséget az asztalukra. Mindig arról számolnak be, hogy milyen jó volt, hogy ebből tudtak főzni. Tehát, hogyha nincs is jövedelem, ott van a kertben, le tudja szedni, tud egy levest főzni, tud egy sült krumplit készíteni. Borsó, zöldbab, cukkini, burgonya és számos más vetőmagot rejtenek ezek a csomagok. A magokból igazi zöldséges kertet nevelhet egy-egy gyermekes család. Így, ha a kassa otthon kiürülni látszik, akkor is lehet mit az asztalra tenni. És a zöldségek, nem kell nagy földterület ahhoz, hogy egy család szükségleteit ellássa a vetemény. Van, aki csak 200 négyzetméteren gazdálkodik, és azt mondja, különösebb gondja nincs a növények termesztésével. Hetente ránézek, ha gazos, akkor gyomlálok, megkapálom, ha meg amikor olyan, akkor meglocsolom. A természetbeni juttatásnak ez a fajtája az öngondoskodás elősegítését célozza, fogalmazott Herceg Tamás tanácsnok. A Családsegítő az önkormányzattal közösen 100 családot értesített ki, nagy részük meg is jelent a csomagokért. És ezeket, hogyha elvetik a családok, akkor önmagukon segítenek tulajdonképpen, és ez egy nagyon fontos dolog. A családoknak egyrészt sikerélményt jelent, hogy növényeket nevelhetnek. A Családsegítő folyamatosan kikéri véleményüket egy-egy akcióról. És kikelt mind, eddig nem volt probléma, és hogy mit főztek belőle, erről beszámolnak, mert nekik is egy élmény, nekünk meg külön öröm, hogy ennek részesei lehettünk. És bizony sokszor van úgy, hogy nem lett volna ebéd az asztalon, ha nem lett volna ott a kertben ez a zöldség. Habár a város fejlődése töretlen, de élnek Békés Csabán rászoruló családok, mondta Szarvas Péter. A polgármester hozzátette, az önkormányzat széleskörű támogatási rendszerrel segíti őket, amelynek a vetőmagosztás is része. Hogy segítjük a rászorulókat, családokat, gyermekeket, hajléktalanokat, szociális lakásrendszer működik, gyógyszertámogatást adunk, lakhatási támogatást, közüzemi költségekhez adunk támogatást. Az önkormányzat idén a központi támogatás mellett 130-140 millió forintot fordít szociális támogatásokra. Kettős mérce működik az európai élelmiszerpiacon, és ezt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal most lezárult átfogó hatósági élelmiszerminőségi vizsgálata is megerősítette, közölte a Földművelésügyi Miniszter sajtótájékoztatón. A vizsgálat azt követően indult, hogy kiderült, a globális élelmiszercégek termékei Nyugat-Európában sokkal jobb minőségűek, mint Kelet-Európában. Faszekas Sándor elmondta, hogy mintegy 100 termék mintáit vizsgálták a szakemberek, a minták elemzése nyomán pedig kiderült, hogy a multik nagy arányban gyártanak minőségileg silányabb, gyengébb termékeket Magyarországon, illetve szállítanak Magyarországra. Hozzátette, aggasztó, hogy a megvizsgált tételek 70%-ánál kisebb vagy nagyobb minőségi eltérés volt tapasztalható a Nyugat-Európában forgalmazott termékekhez képest. Kezdeményező szerepet játszik Magyarország, hiszen már évek óta vizsgáljuk az élelmiszerek kettős minőségét. Az Európai Unió Bizottság irányába tettünk javaslatot jogalkotásra, illetve a belső jogban is megvizsgáljuk azt, hogy milyen szigorításra, hatáskör kiterjesztésre van lehetőség. Büntető eljárást indított a rendőrség 3 kétegyházi férfi ellen, akik a gyanú szerint Medgyesegyháza bánkúton egy régebbi évjáratú személygépkocsit és kisgépeket, többek között rotációs kapát, hegesztő trafót és láncfűrészt loptak el egy férfi házának udvaráról. A három férfi közül ketten korábban már járt a sértetnél, akitől meg akarták venni az autót, de az árban nem tudtak megegyezni. Közben kifigyelték, hogy a kocsi mellett több kisgép is van az udvaron. Egyik rokonukkal mentek vissza a házhoz, a kisgépeket először egyik ismerősükhöz vitték, majd visszamentek a kocsiért. A járműről levették a rendszámokat és egy erdős területen leállították. Később akartak visszamenni érte, de közben a rendőrök elfogták őket.
A Mezőkovács házi rendőrkapitányság a 3-2-1-házi férfi ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárást. Az autót, amivel lopni mentek, valamint az ellopott kocsit és kisgépeket a rendőrök lefoglalták, utóbbiakat visszaadták a tulajdonosnak. Feltett szándéka a Jobbiknak, hogy megnyerje a választásokat 2018-ban és leváltsa a jelenlegi kormányzatot, mondta Torockai László. A Jobbik alelnöke azt is bejelentette, hogy Kociha Tündét, a párt Békés Csabai önkormányzati képviselőjét indítják a 2018-as országgyűlési választáson a Békés megyei 1-es számú választókerületben. Kociha Tünde erősíteni fogja a női képviselőjelöltjeinket. A Jobbik fontosnak tartja, hogy minél több női képviselő kerüljön be a parlamentbe, jelentette ki Torockai László. A Jobbik alelnöke szerint nem volt kérdés, hogy olyan jelöltet választanak, aki megbízható, régi harcostársuk és képviseli a párt céljait. A néppártosodást, de az eszmei alapokon való megmaradást is, hiszen ő 2008 óta itt küzd a sorainkban, küzdött akkor is 2010 előtt, amikor az utcán kellett tüntetnünk, az akkori MSZP-SZDSZ kormányzat ellen, és 2010 óta küzd úgy, hogy már az országgyűlésben politizálunk, a megyei közgyűlésekben politizálunk, vagy éppen polgármesteri székben próbálunk bizonyítani, és Kociha Tünde egy ilyen állandó szereplő a sorainkban. Kociha Tünde személye feltehetetlen és hiteles Torockai László szerint, így egyértelmű volt a jelölése a Békés megyei 1-es számú választókerületben. Ha az emberek megértik, hogy a kormányváltás az csak egy széles összefogással lehetséges, és beállnak személyem mögé, akkor ennek valóban lehet eredménye. Békés Csaba már 2014-ben megmutatta egyszer, hogy mekkora az összefogás ereje, és hogy igen, le lehet győzni a Fideszt. A képviselőjelölt azt mondta, a korrupció megszüntetését tűzte ki egyik legfontosabb céljának. Hozzátette, azzal az évi 400 milliárd forinttal, ami elmegy a korrupciós csatornákon, véleménye szerint meg lehetne oldani olyan problémákat, mint az egészségügy vagy az elvándorlás. Teljes nyilvánosságot követel és korrupció ellenes vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezi az MSZP az orosházi diák élelmezésnél történt ügy kapcsán, közölte Füvesi Sándor, a párt önkormányzati képviselője. A politikus Békés Csabai sajtótájékoztatóján felidézte, az intézményt érintő napirendi pont először a tavaly novemberi képviselőtestületi ülésen volt téma, amikor az éves keretösszeg 53 millió forintos emelését kezdeményezte a területért felelős alpolgármester. Füvesi Sándor hozzátette, a korábbi évek 120-140 milliós zárásához képest indokolatlanul magas volt a 223 milliós összeg. A kérdés ezt követően decemberben visszakerült a képviselők elé, amikor a korábbi intézményvezetőt menesztették, mindezt a testület zárt ülésen tárgyalta. Az MSZP képviselője azt szorgalmazta, hogy habár a vita nem volt nyilvános, a döntést és a közérdekű adatokat tárják a nyilvánosság elé. Füvesi Sándor a megyei kormányhivatalhoz fordult, akik egy 4 oldalas válaszban megerősítették, hogy a határozatot teljes egészében közzé kell tenni. Azt követeljük mi Orosházán az MSZP részéről, hogy végre engedjék meg, hogy korrupció ellenes vizsgálóbizottságot alakíthasson a képviselőtestület. Nem az MSZP, hanem a testület, aminek minden párt delegálhat szakértőt, vagy akár képviselő tagját. Engedjék meg, hogy végre ennek az ügynek is, meg sok más gyanús, botrányos ügynek a végére járhassunk, és tájékoztathassuk az embereket arról, hogy milyen megállapításokat tettünk. Soros helyett soron kívüli ülést tart március utolsó csütörtökén a helyi képviselőtestület a belga nagykövet Békés Csabai látogatása miatt. Éppen ezért csak a legsürgősebb napirendi pontokról tárgyalnak a városhatják a közgyűlésen. Ezúttal a kistérségi, illetve városi fenntartású intézmények szociális ellátásairól, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosításáról, a gyermekészkeztetési díjakra vonatkozó rendelet megváltoztatásáról, a nemzeti ovisport programhoz való csatlakozásról és földgáz beszerzésről dönt a grémium. Az ülést délelőtt 8:30-tól a 7.tv élőben közvetíti. A márciusi soros ülést április 6-án pótolják a képviselők. Felújították a gyulai Napsugár idősek otthona fürdőszobáit több mint 21 millió forintból. A gyulai önkormányzat és a gyulai kistérség egységes szociális és gyermekjóléti intézmény állami támogatásból és 1 millió forintos önerőből finanszírozta a beruházást.
újra burkolták a lakrészekhez tartozó teraszokat, a bejáratokhoz rámpákat építettek, kicserélték a tetőtéri nyílászárókat és felújítottak 21 fürdőszobát ebben a gyulai idősek otthonában. A beruházást pályázati forrásból oldották meg. Mindenféle olyan segédeszköz el lett helyezve, amely ugye, aki még önálló életvitelre képes, az önállóan is tudja használni a fürdőszobát. A Kunos házaspár is néhány napja vette birtokba felújított fürdőszobáját. Praktikus, szerintem. Nagyobb a helyünk, jobban elférünk benne. Hát még a mosógépet is most tettük be, most már megy, ez is már a másodszor. A városban az önkormányzat a legnagyobb szolgáltató az idősügy területén, mivel nappali és bentlakásos ellátásokat egyaránt kínál, mondta Gyula polgármestere. Hozzátette, ezért fogadták örömmel a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati lehetőségét. Nagyon fontos, hogy a magas szakmai felkészültség mellett, amit az itt dolgozó kollégák biztosítanak, az infrasztruktúra is korszerű legyen és esztétikus, a környezet, ahol élnek az idős emberek. Amikor Kis Szabolcs urat intézményvezetővé választottuk, akkor jelezte, hogy a Galamb utcai idősek otthona felújításra szorul. Több mint 20 éve itt nem történt jelentős beavatkozás. A Nemzetgazdasági Minisztérium több mint 19 millió forinttal támogatta a beruházást, melyhez az önkormányzat több mint 1 millió forint önerőt biztosított. Amikor 1992-ben megépült az intézmény, még az akkori normáknak megfelelően ugye fürdőkádas szobák, fürdőszobákat építettek, ami ugye most már az idő elhaladtával ezek nem azt mondom, hogy használhatatlanná, de nem korszerűek. Így ennek tekintetében az volt a fő célunk, hogy a fürdőkádak és az ezzel járó balesetveszély forrás mind az ellátottak részéről megszűnjön. Az intézmény vezetője szerint azért volt nagy szükség a felújításra, mert így nem csupán biztonságosabb környezetet tudnak kialakítani az itt élőknek, hanem biztosítani tudják a nagyobb önállóságukat is. A herbál nevezetű anyag számít a leggyakrabban használt szernek a mai drogfogyasztók közt. A legveszélyeztetettebb korosztály pedig a 14 és 18 év közötti fiatalok, derült ki a Békés megyei kábítószerügyi egyeztető fórum keddi ülésén. Emellett a mobiltelefonok okozta függőségről, vagy éppen a pornófilmek fiatalokra gyakorolt kedvezőtlen hatásáról is szó esett. A fórum célközönsége ezúttal a pedagógusok, a szociális területen fellépő szakemberek, valamint az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok és védőnők voltak, akik arról kaphattak tájékoztatást, hogy a fiatal korosztályt milyen veszélyek fenyegetik, ha például tudatmódosító szerekkel próbálják feldobni a hangulatukat. Én azt érzem sajnos, hogy mindig utána megyünk a problémának. Tehát olyan gyorsan változik a drog térkép, annyira változnak a szerek, amiket használnak a fiatalok, és ahhoz teljesen más korosztály, más kultúra, más magatartási szokások tartoznak, hogy erről folyamatosan kell, hogy információval rendelkezzenek a szakemberek. A generációk közötti különbségekre hívta fel a figyelmet Szicsek Margit szakpszichológus, hiszen, mint mondta, számos olyan új dolog jelent meg a fiatalok életében, amely régen nem volt, ilyen például a mobiltelefon. Ezek a mai gyerekek már apójával hozzák magukkal a mobiltelefonjukat, tehát logikus, hogy ez megváltoztatja az életüket. És nekünk erről tudnunk kell, hogy hogyan változik meg, milyen veszélyeket rejt, és meg kell tanulni azt, és meg kell tanítani a gyerekeinket, hogy ezek eszközök. Ne az eszközök irányítsák az életünket, hanem mi uraljuk ezeket az eszközöket. Az ülésen Kárász László vezető mentőtiszt a ma divatos designer drogok hatásairól beszélt, amely nem csak a nagyvárosokhoz kötött, hiszen Békés megyében is nap mint nap riasztják a mentőket módosult tudatállapotban lévő fiatalokhoz. Az elmúlt egy évben Békés megyében egészen pontosan 68 olyan esetnél volt kint a mentő, ahol a designer drog jelenléte felmerült. Ennek a 68 esetnek a közel 90%-a az herbál volt, vagy a herbához hasonló anyag, vagy gyanú merült fel arra, hogy herbát használtak. Nagyjából a háromnegyed része férfi volt, negyed része nő, akit el kellett látnunk, és ami inkább megdöbbentő, az az, hogy több mint az 50%-a az 18 év alatti korosztály volt. A legtöbbször az okozza a nehézséget, hogy az esetek túlnyomó hányadában még a szakemberek sem tudják, milyen anyagokkal állnak szemben. A problémát enyhítheti, ha szélesebb körben tájékoztatják az érintetteket, melyre a Csaba Gyöngyében tartott fórum is lehetőséget adott. Péntektől vasárnapig, három napon keresztül ismét színes programokkal várják az érdeklődőket a 7. kolbász és sódarmustrán Gyulán.
A rendezvény elsősorban a hagyományokra épít. A fesztivál második napján a csíkszentmiklósiak, vasárnap a gyulaiak tartanak disznóvágás bemutatót. A rendezvény sorozat kedvelt eleme a sonka satszolás. Aki a lehető legpontosabban megtippeli a kiállított sódarsúját, az hazaviheti magával. Emellett számos koncert szerepel a programban, pénteken a mulatos zene lesz a középpontban, de többek között a Republik és az Ismerős Arcok Együttes is színpadra lép. A versenyen belül létrehoztunk egy új versenyt, ez a Viharsarki Kolbászbajnokság. Eddig az ország minden pontjáról, sőt külföldről is nevezték a kolbászokat, csonkákat, és ezen belül ebben az évben kiválasztunk egy kategóriát, ami csak a viharsarokban készített kolbászokat fogják zsűrizni, külön természetesen. Híradónkat látták, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!